Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, mégpedig az ő szív üzenete. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kér tőlem ezt a jóslást, az ő szív üzenete, a díjam 4000 forint, asztrológiával együtt kiegészítve 10000 forint, én az indiai asztrológiával dolgozom. Először megtekintjük most az ő jelenlegi helyzetét. Ezen a képen látható egy idegen férfi. Lehet, hogy vannak nála külföldi kapcsolatok, esetleg kereskedelmi kapcsolatok. De az is lehet, hogy ő most egy ilyen kosztümöt visel, és más a fellépése, ami eddig volt, vagy ahogy te őt megismerted. Az ő gondolata. Itt a koporsó lezár bizonyos témákat, vagy más a fellépése, elbúcsúzik a múlttól. A koporsó jelentette egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet is. Esetleg, hogy régi kapcsolatok visszatérnek hozzá. Hogyan érzi magát? Itt megvan nála ez a vágy, ez az álmodozás, hogy közeledjen hozzád, megérintsen téged. Ő tervez valamit. Lezár ugyan valamit a múltból, de keresi a közelséget hozzád. Mi az ő szív üzenete? Itt látható ez a levél, tehát átnyújtja, nyitottan beszél érzelmekről is. És mi az a téma, amit ő szívesen megemlítene, de nem beszél erről? Itt látható vagy ezen a képen, ha te egy hölgy vagy, és olyan misztikus, olyan titokzatos, ő úgy érzi, úgy gondolja, minthogyha eltitkolnál előle valamit, vagy olyan titokzatos a fellépésed, de ezt nem említi meg. Hogy lát téged? Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, amikor le tudtok horgonyozni ebben a párkapcsolatban. Ez nem csak az ő érdeke, hanem ő úgy látja, úgy gondolja, hogy számodra is fontos a biztonság érzete. Mi fűz össze benneteket? Itt látható ez a kereszt, és az jelenti a sors utakat, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát ez a találkozás nem volt véletlen, szerintem nincsenek is véletlenek, amit ez a kereszt még itt jelent, a hit, hogy hinni kell ebben a szerelemben, vagy egy találkozás, amikor a sors utatok újra kereszteződik, azon kívül jelentheti a döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!